Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit a Józsefvárosi pályaudvarnak a hűlt helyéről. És ennyi látszik, hogy ez a postának a területe, ide nem lehet már bejönni, de egykor itt voltak a vágányok, amik már, sőt ott már ott még látszik a lakodó, és arrafele ott volt az épület, aminek a helyére épült a Sorsok háza. De a postának a logisztikai központja az már akkor is itt volt, és ott voltak arrafele a pelonok meg a vágányok, hát abban semmi nem maradt meg, hát azok már a egy-két felső szinték tartó osztott még látszik arrafele, de ez minden, ami maradt a pályaudvarról. Látjátok, ez magánterületi, nem fogok bemenni, de majd arrafele én megpróbálok átalakulni, amikor tudok, és akkor belülről is csinálok egy pár slittet. Látjátok, valami ott nagyon épül a háttérbe, az egykori vágányok helyén. Mert meg ott van egy sithalom is. Egyébként itt van mellettünk a 28-as villamos. Hát az a baj, hogy csak ennyi látszik innen is. Na ezt nézzétek. Hát itt volt egykor a négy tigris, hogy az életre ismert a nevén a Józsefvárosi piacnak a bejárata, és itt ezen a környéken, ott nagyjából addig a lomos épületig, az a piac területe volt. Hát aztán utána tényleg az volt, hogy elköltöztették innen a piacot, ami egyiket is illegálisan működött ott már régóta. Rengeteg zsubát meg szemetet itt hagytak. És látjátok, de nem lehet jobban jönni, mert itt is jel van még kerítve. De építkezés az van, de hogy mi épül itt, azt abban nem tudom meg. Hiába googlisztam rá, nem sikerül semmit kideríteni. És ez már biztos nem a Sorsok háza, mert az már tulajdonképpen kész van. Na, és látjátok, itt jön egy 28-as. Sőt, nézzétek csak, hogy mi jön ott. Egy UV. Ráadásul 3-as UV. Ez nem semmi. Mekkora mázlink volt ezzel, hogy ez pont erre jött. Ha már érdemi tartalom ebben a videóban, nem lesz legalább egy UV-t, azt fel tudtam nektek venni. Látjátok, ott a másik oldalon van az egykori gonctelep, és egy-két vágány maradványt itt még lehet találni, sőt itt még egy átszelés is megvan. Ugye ezek egykor kiágaztak onnan a vonalból, és a iportelepet szolgálták ki, hogy a gaznak a telepét. Na, és most pont jön két villamos, ez is mindjárt átmegy az átszelésen. A bicikli úttal ráépült a sidekre, de itt az átszelést az benne hagyták. Talán itt még be is lehet menni. Megpróbálom, hát ha sikerül valameddig. Hát ezt nézzétek, ez van ide bent. Néhány üresen álló épület. És ott az egykori iparvágány, ott meg a háttérre pedig már a keleti fele megy a vonat. Ott szintén egy leégett, nem? És arrafele van az építkezés. Ez a billencs is oda megy. Arrafele meg már ördög is vannak, úgyhogy szerintem arra nem fogok már tovább menni. Itt viszont nincsen tiltótábla, úgyhogy ide be lehet jönni. Itt van egy depó. És ott egy üresen álló épület, na ebben most nem fogok bemenni, mert biztos, hogy vannak lakói. Aztán most, mert meg most eleve a bootback szerelésre készültem. Pláne biciklivel, nem? Ezt nézzétek. És szerintem arra is egy csöves tanya van. Ott az előbb láttam valakit arra menni, és már hallom a hangokat. Ott meg nem valószínű, hogy örülnének, hogyha látnák, hogy itt kamerázok. Úgyhogy most így gyorsan egy kés nyit, aztán messzebb már nem fogok menni. Igazából nem is éri meg, mert ott már tényleg nincs semmi. De egykor ott voltak a vágányok, ott a háttérben az oszlopokat látjátok. És errefele sincs már semmi. Ez az egykori rakodó volt, itt még autórakodó is volt, meg kamion beberakó is volt a terminálra. Tehát itt egykor elég érénktel forgalom volt, aztán ugye 2005-ben lezárták a Józsefvárosi pályaudvart. Hát a személyforgalom akkor szűnt meg végleg, a telforgalom pedig már akkor sem volt jelentős, vagy már egyáltalán nem volt, ezt nem tudom. 2004-ig azért még a Józsefvárosi pályaudvarról postavonatok indultak.
Meg hát ugye ott volt a postának a logisztikai központja, tehát ott biztos használták, ameddig szállított a posta vonaton. Hát ennyi, és ott a vége. És az már a forgalmi vágány, ami most is üzemel. Egyébként még depóznak építőanyagot is. És ez az üresen álló épület kívülről. A Mónika Show külön kiadását meg nem volt kedvem végignézni, úgyhogy inkább kijöttem, de ott elkezdte kirajzani a polton az épület mögül. Igazából már három ember is ott volt, mikor inkább kijöttem, és már nagyon erős hangzavar volt. Biztos nem örültek volna, hogy látják a kamerát, úgyhogy gyorsan kimenekültem.